generáció, mondjuk, hogy ökant direktor, aki a kereskedelmi tevékenységet, az ügyfélkapcsolati tevékenységet végzi. Ismeretlen volt az, hogy producer a reklámszakmában. Filmproducer a reklámszakmával. És itt a szavait a megbízónak. Ez az erőfölény, ez az erőkülönbség az évek során egy kicsit kiegyenlítődött, de a reklámszakma mai viszonyai között úgy látom, hogy korántsem az optimális szintre. Még mindig nem partnerként dolgoznak a két oldalon ülő emberek, nem partnerként, nem egy csapatban. Ami sokszor a márka, az adott márka marketing kommunikációjának sikerének az egyik kerékkötője. A reklám az egy lineáris műfaj, lineáris munkafolyamat, egymást követő fázisokban készül el. Az egymást követő fázisokért külön és külön emberek felelősek, hol a megbízói oldalon, hol az ügynökségi oldalon. Ezért aztán nem lehet azt mondani ebben a fázis sorrendben, hogy ez azért nem sikerült ez az egész, mert ott a harmadik fázisban valaki elrontotta, vagy a legelső fázisban a megbízó nem állt a helyzet magaslatán. Projektenként természetesen a projektek lezárulta után lehet kiértékeléseket csinálni, és ott egyértelműen meg lehet állapítani, ha sikertelen volt egy projekt, hogy ki volt a fő kolompos. Ez egy másik dolog. Azt azonban tekintetbe kell venni, hogy a reklámmal kapcsolatos üzleti területeken a legvadabb kapitalizmus működik. Aki fizet, azt mondja meg, hogy mit szeretne vásárolni. Ah, señor! Köszönöm! Mi café es muy bueno. Este café es fantástico. Hasta la vista. Vislat. Nescafé. A világra szóló kávé. Van a magyar médiának, ezen belül a reklámszakma képviselőinek is egy nagy restanciája. Hát ugye 1988-ban jött ide az első nemzetközi reklámügynökség. Ez jó néhány évet jelent, közel 18-at. És ez alatt soha senki nem foglalkozott tudatosan, koncentráltan azzal, hogy a magyar befogadó, a magyar reklámbefogadói közeg kultúráját reklám tekintetében valamilyen módon korszerűsítse, valamilyen módon profibbá tegye. Ezzel nem foglalkoztunk. Amilyen reklámmal foglalkozó riportokat, tudósításokat láttam és olvastam, azok mindig megmaradtak az úgynevezett kis színes műfajában. Tehát a legelső dolog az az, hogy a befogadó közeg nem követte azokat a változásokat, amelyek szükségesek lennének ahhoz, hogy a reklám iránti igény, a korszerű reklámtrendeket igénylő közönség kifejlődjön és működjön. Nagyon sok előadást, konferenciát kellene rendezni, szükség lenne olyan publikációkra, amelyek eljutnak a nagy közönséghez és a reklámról szólnak, jó és rossz oldalairól. Régi mániám például, hogy milyen jó lenne, hogyha lehetne csinálni egy a Minden Tudás Egyeteméhez valamilyen módon hasonló, de nem arról beszélünk nyilvánvalóan, tehát nem annak a koppintásáról beszélünk, csak ahhoz hasonló valamilyen fórumot, ahova bárki ingyenesen eljöhetne, meghallgathatna előadásokat, föltehetne kérdéseket. Ne adj Isten,
valamilyen csatorna, kereskedelmi csatorna érdeklődne ez iránt. Én tudom, hogy ez miért nem valósulhat meg. A varázsszó a nézőszám, nyilvánvaló. Ez a program nem hozna olyan nézettséget, mint amilyen szükséges egy kereskedelmi adónál ahhoz, hogy a menedzsment dicséretet kapjon. Ugyanakkor én azt gondolom, hogy ez egy olyan speciális téma, terület, műfaj, hogy ennek mindenképpen valahol helyet kellene szorítani, hiszen reklámozó, reklámügynökség és média, hozzáteszem, reklámbefogadó közönség közös érdeke lenne az, hogy a reklámmal kapcsolatos attitűdök, befogadói kultúra valamilyen módon magasabb szintre emelkedjék. Papír, ami elérhető. Szilvia, két rétegű háztartási papírtörlő. Tehát a magyarországi általános reklámbefogadói kultúra kérdése az első pont, amit említeni kell. Emellett számos egyéb is működik, dolgozik a háttérben. Példának okáért az emberi kapcsolatok, az emberi tényező a reklámcsinálás során, tehát a különféle oldalak képviselői, ügynökség, megbízó, média, produkciós ház képviselőinek viszonya egymáshoz. Csapatot alkotnak, vagy sem? Mindenki játssza-e azt a saját szerepet, amit a névjegyére írt pozíció előírna neki, avagy mindenki a végső cél, a végső projekt, az elkészült kitűnő reklám érdekében tesz meg mindent együttműködve. Egyszer egy marketing igazgató mondta nekem a következőt, ha az ügyfél visszautasítja az ügynökség munkáját, akkor az ügynökség azt mondja, hogy a reklámozó, az ügyfél már megint hülye. Ha az ügynökség nem olyan munkát visz az ügyfélhez, amilyet ő elképzelt, akkor az ügyfél mondja azt, hogy a reklámügynökség már megint hülye. Na most igaz-e ez? Hát én nagyon remélem, hogy azért általánosságban nem igaz, mert ha ez igaz lenne, akkor az ügynökség és ügyfél kapcsolata úgy festene, mint egy házasság mondjuk a kaktusz és a luftballon között. Pannon GSM. Digitális mobiltelefonrendszer. Ügyfélszolgálata a nap 24 órájában non-stop csak önre vár. Pannon GSM. Az élvonal. A következő, amit itt meg kell említenem, az a kreatív munka elfogadásának, megbízói elfogadásának, értékelésének kérdése, illetve a kreatív munkával kapcsolatos döntési folyamat kérdése. Ugye minél kreatívabb valami, annál eredetibb. Minél eredetibb, annál több a rizikó benne. A nagyobb organizációknál, reklámozóknál ugye igen erős, kiépített struktúra, piramidális struktúra működik a döntésben is, tehát az ebben résztvevő embereknek nincs meg az egyéni döntési jogköre, mindenki fölfelé néz. A döntésben nem az elsődleges kérdés az, hogy az adott reklám az mit fog alakítani a reklámpiacon a gyakorlatban, hanem az elsődleges kérdés az, hogy elfogadást nyer-e az adott reklámozónál és annak a legfelsőbb képviselőjénél, vagy sem. Mauher úrnak hívták a Nestlé első számú vezetőjét, aki néhány éve nyugdíjba ment, és írt egy könyvet a reklámról. És ebben leírja azt, hogy egy kreatív megoldásnak a reklámcsinálás folyamatában mennyi az esélye. Minimum 7 szinten mondhatrak rá nemet, és csak egy szint van, amely igent mondhat rá. Ez így működik. Tehát jellemző a bizottságos díj a reklámok fölötti döntésre. Jellemző az, hogy nincs egy emberhez delegálva a felelősségi és a jogkör az adott márka fölött, adott márka reklámja fölött.
És ha belegondolsz, ez egy nonsense dolog, hiszen ha én belépek egy céghez az ajtón, az első ember, akivel összetalálkozom, az vagy a portás, vagy az őr. A portásról tudom azt, hogy feltehetőleg a gondnok az ő főnöke. Az őrről tudom azt, hogy feltehetőleg a biztonsági főnökhöz tartozik. Majd odaérek a marketinges emberhez, és nemhogy nekem, neki sincs fogalma arról, hogy milyen struktúrában hol helyezkedik ő el. Számtalan cégnél megvan a marketing, a marketing kommunikáció és a sales szerepköre külön-külön részlegeken. És ezek közül számtalan cégnél halvány fogalmuk sincs arról, hogy mi különbözteti meg például a marketing kommunikációs részleg feladatkörét a marketing részleg feladatkörétől. A salesről már nem is beszélek, hiszen a legtöbb esetben a sales az, amelyik a vezérlő elő egy reklámcsinálási folyamatban, a szempontadásnál is és a végső döntésnél is. Még egyet ehhez a kérdéskörhöz, mint azt említettem, a befogadói kultúra, a reklámbefogadói kultúra fejlesztésre szorulna. Ennek köszönhetően nem igazán világos általánosság van a magyar piacon, sem a befogadók között, sem a megbízók között, sokszor ügynökségi oldalon sem, hogy mi különbözteti meg az általános színvonalú reklámot a kiemelkedő színvonalú reklámtól. Mielőtt átmenne ön előtt, Hungária Kaszkó a legnagyobb veszteségekre, és ön vezet a károk előtt behozhatatlanul. Biztos kötés. Hungária Kaszkó. Mindnyájan érezzük a bőrünkön azt, hogy ma Magyarországon egyértelmű reklám ellenesség tapasztalható. Miben manifestálódik ez? Hát példának okáért a hatalom különféle képviselői, akik bizalompontokat remélnek, és sokszor kapnak is annak nyomán, hogy egy-egy reklám ellenes intézkedést, szabályt hoznak, vagy nyilatkozatot tesznek. De ide sorolom sajnos számos médium képviselőjét is. Különféle műsorvezetők médiumokban, akik abból kapják a pénzüket, hogy a médiumuknak van bizonyos reklámból származó financiális háttere, tehát különféle műsorvezetők kifejezetten ellenségesen és általánosságokban közelítik a témát. Miért hazudik a reklám? Miért szexista a reklám? És nincs senki, aki elmesélni nekik, hogy a reklám úgy általában nem szexista. A reklám úgy általában nem hazudik. Nem is lehet általánosságban reklámról beszélni e tekintetben. Egyes reklámokról lehet beszélni, erre azonban soha nem kerül sor. A nagy közönség körében is döntő a reklámellenesség, hát ennek is számos részoka van, hogy csak egyetlen egyet említsek, ismert a magyar átlagember életszínvonala, anyagi lehetőségei, e között és a között a világ között, amit a reklámokban látnak az emberek, igen nagy a szakadék. Ennek az áthidalására nem, vagy csak nagy nehézségekkel van reménye az átlagembernek. Én ezt úgy szoktam mondani, hogy ez az éhes tigris szindróma. A tigrist, amit kiéheztetünk az állatkertben, kiengedjük a kifutóra, majd a rács előtt 3 méterre egy fél borjút kezdünk el neki lengetni. Nyilvánvalóan, hogy nem lesz boldog a tigris, és nem fog szeretni bennünket. Ez a rész azonban, ez az ok, ez a probléma azonban úgy gondolom, hogy nem a reklámból fakad. Ennek sokkal mélyebb, sokkal szerteágazóbb, sokkal társadalmibb gyökerei okai vannak.
rendszer, minden Opelben széria felszerelés. Magáról általánosságban a politikai reklámról. Ez egy érdekes ügy. A politika, amelyik kijelöli a határait a gazdasági reklám bármilyen megnyilvánulásának, cselekedetének. Nos, ez a szféra, amikor politikai reklámot készít saját maga számára, akkor szinte egyetlen egy ilyen szabálynak, korlátnak nem felel meg. Megteheti? Megteheti. Tekintettel arra, hogy a politikai reklám szabályozása Magyarországon nem megoldott. Nincsenek szabályok. Nincsenek szabályok. Egy apró példa. Ha én gazdasági reklámban olyan összehasonlító reklámot jelentetek meg, amely mondjuk adatokkal nem igazolja, hogy az én termékem különb, mint a konkurens márka, akkor azért az én megbízómat sok millió forintra fogja megbüntetni, vagy a fogyasztóvédelem, vagy akármelyik más. Ugyanakkor ezt a megalapozatlan összehasonlító reklám metodikát szinte nincs olyan politikai erő, amelyik ne használná, méghozzá a legdurvább módon. Tehát itt azt gondolom, hogy a kisökör és a Jupiter viszonya áll, ennek vagyunk tanúi. Egy újabb pont, ahol az OTP új forintkártyáit használhatja. A Eurocard Mastercard Standard, Visa Electron, Visa Electron Junior és Cirrus Maestro ügyfélkártya. Ajtó a nagyvilágra. Az OTP Bank az ön forintkártyáját is díjtalanul kicseréli az új forintkártyák valamelyikére, amelyekkel világszerte bárhol vásárolhat, pénzt vehet fel. Jöjjön be hozzánk, váltson kártyát! Tetten érhetőek a magyar reklámban a különféle reklámpiacok jellemző stílusjegyei időnként, de többnyire fékezett habzású formában, tehát nem olyan hatásosan, mint az eredetiben. Igen, nagyon gyakran a német kocka alakú megközelítések működnek. Sokszor láthatunk angol reklám elemeket, angol reklámstílus elemeket, sokszor pedig az észak-európai országok humorát megközelítéseit is láthatjuk, sajnos nem avval az erővel, ahogyan azt a szülőhazájában tapasztalhatjuk. A magyar reklámnak, és ez a kérdés azért nagyon fontos, amit most fogok mondani, a magyar reklámnak kreatív szempontból meg kéne találni az arcát. Ez nem azt jelenti, hogy akkor egyenruhába kellene bújtatnunk a magyar reklámot, hanem azt a sajátos arcot kellene megtalálnunk, amely az összes lehetséges és hatóképes lokális elemet ötvözi a világ vezető reklámországainak vezető kreatív reklámtrendjeivel. Vagyis egyrészt rajta kellene tartanunk a figyelmünket a reklám fejlődésén, globális fejlődésén, másrészt pedig az onnét importálható jegyeket be kéne építenünk a mi saját megközelítési módjainkba. Multi. Izó. Energia. Farmavit plusz a szükséges. Kapható az élelmiszerboltokban és a patikákban. Lehet-e egy márka olyannyira globális, hogy a kommunikációjában és annak minden egyes apró részletében is globális legyen, és mindezek után a világ összes országában az optimális gazdasági eredményt érje el? A válasz nem, nyilvánvalóan. Tehát minden egyes piaccal külön-külön kellene foglalkozni az adott reklámozónak, és az adott piacok sajátosságait figyelembe véve kellene alakítani az egyes reklámokat. Tehát az nem működik, hát ha belegondolsz. Minden egyes
márkát, terméket legelőször lokális piacra fejlesztenek ki. Az azt kísérő reklámot is. Majd elkezdik nemzetközivé tenni a piacukat, más országokban is elindulni vele. Jó esetben a csomagolást áttervezik az adott ország piacának elvárásai szerint. És a reklámot, a reklámkampányt az pedig megőrzik eredeti formában, és tükörfordításban teszik közzé a különböző piacokon. Ebben már érzünk egyfajta logikátlanságot, és azután a dolog végül is nem is működik olyan optimálisan, mint hogyha mégis, ahogyan korábban említettem, minden piaccal külön-külön foglalkoznának. Ez hihetetlenül fontos. Kísérletek sora, kutatások sora szól arról, hogy uniformizált reklámmal nem lehet eredményt elérni. Tehát csak egyet említsek példának okáért. 6 ország tévéreklámjait vizsgált a kutatás, ebben benne volt Oroszország, az Egyesült Államok, Hollandia, Mexikó, ha jól tudom, Belgium is, és talán a német piac. És csak egy részeredménye a kutatásnak, egy maszkulin reklámpiacon, maszkulin ország, Mexikó. A férfi és a nő közötti kapcsolatot a reklámok, reklámfilmek igazából nem ábrázolják. Egy feminin jellegű reklámpiacon, amilyen a holland, ott viszont léptennyomon ezek a jelenetek láthatóak a reklámban. Na már most miért fontos ez? Ha egy mexikói márkát a holland reklámpiacon szeretnének népszerűsíteni, eladni, alapvető hiba lenne a mexikói preferenciákból, reklámbefogadói preferenciákból kiindulni, és egy maszkulin megközelítést adni az adott reklámnak. Tehát feltehetőleg a mexikói márkának, a mexikói közönség számára készített reklámfilmje nem lenne optimálisan alkalmazható a holland reklámközönség előtt. Ezek nagyon fontos dolgok. Összegezve, aki azt gondolja, hogy az adaptáció fogalma egyenlő azzal, hogy lefordítjuk a szlogent és közzétesszük a reklámot, az nagyon nagyot téved, és ez legvégül a pénztárcája alaposságában jut majd kifejezésre. Oh, monsieur, un portrait? Oui. Attention. Parfait. Voilà. Merci, un café? Merci. You, très bon. Artiste? Oui, Nescafé artiste. Souvenir. Au revoir. Visla. Nescafé. A világra szóló kávé. A reklám jövőjével kapcsolatosan számos teória él. Van olyan teória is, hogy belátható időn belül a klasszikus reklám mint olyan eltűnik a színről, tekintettel arra, hogy átveszi a helyét az internet. Aztán vannak olyan nézőpontok, amelyek ennek pont az ellenkezőjét vallják. Én is egyébként ezt osztom. Belül puha karamell. Kívül ropogós csokoládé. Csokító a Nestlé-től. Finoman ellenállhatatlan. Az egyik legfrissebb trend az úgynevezett ambient média. Ambient ugye nagyjából a környezet fogalmát jelöli. Az ambient média, az ambient reklám pedig arról szól, hogy minden olyan felületet, amivel a napi utunk során kapcsolatba kerülünk, reklámeszközként fel tudunk használni. Legyen az egy fogantyú, legyen az egy ablak sarka, legyen az egy zsömle zacskója, bármit.
Tehát a reklám jelenleg egyrészt idefejlődik, másrészt pedig indirekt formái is igen hatásosak és igen használtak, hogy más nem mondjak a product placement, amelyik tükörfordításban termékelhelyezést jelent. A különféle filmekben és egyéb művészi alkotásokban megjelenő márkákról van itt szó. Ennek az egyik leghíresebb példája ugye a James Bond filmek sora, ahol a különféle márkák, automárka, óramárka és egyebek kifejezetten pénzért és megrendelésre jelennek meg. Ennek a product placementnek vannak eskütellenségei, azonban éppen ma olvastam a neten, hogy az EU tervezi a product placement engedélyezését, hiszen etéren túl szigorúnak tartja a reklámszabályozást. Egyébként, ha józan eszünket használjuk, ha egy filmben a mai világot szeretnénk ábrázolni, a mai kort, és a mai kornak a márkák és a reklám integráns része, hogyan tudnánk ábrázolni megfelelő módon, élethűen a mai világunkat, ha megfosztanánk a képet a márkák feltűnésétől, a márka motivumoktól, sehogyan. Papír, ami elérhető. Tisú minőségben is. A Filmmúzeum nézői az elmúlt két évben már megszokhatták, hogy a Kalausz című programajánlóban mindig a legjobb ajánlómok és a kisgalériák kiállításaival bemutatkoznak a legújabb könyvsárnap és hétfőn. Kalausz, itt a Filmmúzeumban.
Drága Charleston, a küldetés teljesítve. Kicsit nehéz volt. A nevem Tartufato. Natalino Tartufato. Mondaná hősünk, ha ő lenne az olasz James Bond. De Natalino egy csöppet sem hasonlít világhírű brit kollégájára. Italian Secret Service. Nem törölte a cinkost, inkább írt, hogy talán a szeretője. Az én pályám az nagyon rendhagyó, mert én magyar szakra jártam az egyetemen, amit el is végeztem, de időközben pénzszűkébe kerültem, és elkezdtem újságot írni, és hogy nem kiukadtam a marketing kommunikációs szakma lapjánál, a kreatívnál, újságíróként dolgoztam. Ezután, hát ez egy ilyen gyors karrier volt, mert szerkesztő lettem, és utána valahogy rám szakadt a főszerkesztőség 26 éves koromban. Ami egyébként egy nagy falat volt, de nagyon jól éreztem benne magam. És aztán hát egy bizonyos tulajdonos váltások voltak a lapnál, és akkor én összekülönböztem egy nagyon komoly emberrel, aki megvette ezt a csoportot, és azt nagyjából lehetett sejteni, hogy valamelyikünknek egy idő után menni kell, és ez én voltam. Ezután pedig kollégáim unszolására megpróbáltuk, amiben én nem nagyon hittem, hogy újságíróként, aki egyébként közelről látta ezeket a dolgokat, de nem tapasztalta, releváns lehetek mondjuk én a piaci szférában is. Szerencsére nem lett igazam, vagy legalábbis amitől féltem, az nem jött be, mert jelen pillanatban egy kommunikációs céget vezetek, stratégiai tanácsadással, meg gyakorlatilag teljes körű kampányok lefolytatásával foglalkozunk. Egy picit talán tudatlanabbul, vagy legalábbis nem annyira klisékben gondolkodva, bátrabban dolgozunk, vagy azt gondolom, hogy legalábbis én törekszem arra, hogy ne nagyon legyünk tekintettel arra, hogy ki hány kiló és hány éves, hanem inkább szolgáljuk ki rendesen, és higgyünk abban, amit csinál, és ez egyenlőre bejön, és ebben így jól érzem magam. Én 97-ben kezdtem csinálni, akkor gyakorlatilag a reklám szakma már úgy, ahogy kialakult. Bár azt gondolom, hogy nyilván vannak Magyarországon olyan emberek, akik ezt már akkor 20 éve csinálták, de a rendszerváltás után is eltelt azért egy jó időszak. Ami az én bekerülésem után lett érdekes vagy fontos, hogy akkor kezdődött el a duális televíziózás. Tehát egy ilyen állami televíziótól eljutottunk oda, hogy elkezdte a szárnyát bontogatni két kereskedelmi tévé, és ma gyakorlatilag ott tartunk, hogy a két nagy kereskedelmi televízió, meg mondjuk egy fél, meg nem tudom, még egy negyed, hogyha oda számolunk minden tévét, de most a kábelekről nem beszélek, mert az egy más konstrukció. Gyakorlatilag a becslések különbözőek, de azért így a reklámtortának hát legalább az 50%-át, ha nem többet, gyakorlatilag két vagy két és fél médium birtokolja. Nagyon sok pénzt költenek televízióban, az egyik legtöbbet tévéző nemzet vagyunk mind a mai napig. Rengeteg pénz megy el a televíziókba, és én azt gondolom, hogy azért a profizmus, bár nyilván nem akarom elvitatni, meg nem is nagyon tudom, hogy az előtt mi történt, hogy én láttam volna, azért a profizmus ott kezdett igazán, tehát ott lett komoly a játék. Ott volt azért az, hogy nagyon sok márka nagyon komoly pénzeket tolt a tévébe bele, és ez a mai napig így van, a magyar kampányoknak a, nem tudom, nem akarok hülyeséget mondani, de egy nagyon nagy százaléka az arról szól, hogy mondjuk végy 150 millió forintot, mondjuk amit a médiára költesz, ami egy ilyen közepesen nagy összeg mondjuk akkor, hogyha valamit szeretné bevezetni egy terméket, és annak mondjuk a 90% az kapásból tévére megy. Mert a
visszaigazolják az adatok, avval olyan nagyot nem bukhat se a marketinges, se az ügynökség. Igazából azért nagyon jó dolog, vagy nagy dolog filmet forgatni, de ha adaptálod, akkor is azért mondjuk viszonylag egyszerű munka. Tehát most nem akarom ezt így nagyon leegyszerűsíteni, de tényleg Magyarországon csípőből a tévére költenek az emberek, vagy a cégek legtöbbet, és igazából azzal nincs is olyan túl sok fejfájás, de azt gondolom, hogy nagyon profinak kell lenni annak a kommunikációnak, amit hát nem azt mondom, hogy egy médiumon, de majdhogy nem egy médiumon közölnek, vagy egy média típuson közölnek. Úgyhogy én azt mondom, hogy a profizmus idején kezdtem belekapcsolni. Tehát amikor tényleg komolyan ment a játék. Előttem van egy generáció, amelyik elkezdte, nekik, tehát mondjuk számarányában ők elég, vagy nagy számban képviseltetik magukat ilyen ma is menő közepes reklámügynökségi tulajdonosokként. Az én generációmból is vannak azért emberek, de mondjuk a mi számunk az kicsit kevesebb, már a látható emberek, akik így működnek ebben a szakmában vezetőként. Azt gondolom. Én nagyon nagy drukkere vagyok a magyar reklámoknak. Van egy fesztivál, a Golden Drum, ami Közép-Európa legkomolyabbnak tartott fesztiválja. Én ott egy ilyen nagyon fellengzős címen van, én vagyok a nagykövete Magyarországnak. Ezt igyekszem komolyan is venni azzal, hogy amit meg tudunk mutatni Magyarországból, az legalábbis releváns legyen. Hát a reklámok terén nincs sok büszkélkedni valónk. Nem csak azért egyébként, mert szerintem a színvonal összességében gyenge lehet, hogy van egy-két kiugró, és nyilván van is, hanem attól válunk igazán belterjessé, hogy a nyelvi kultúránk, meg az, amit sokan a Geszti Péternek tulajdonítanak Magyarországon, de ez már mondjuk Romhányival vagy Karintival elkezdődött, egy nagyon verbális központú a magyar reklámgondolkodás is. Az ügyfelek is szeretik, ha valami hülye szó viccet sikerül kivakarni a termékükből, és azt úgy nagyon megszeretik, a feleségük is megszereti, és akkor már mindjárt jó. De hogy igazából azt gondolom, hogy az a fajta bátorság vagy pimasság tűnt el belőle, vagy nem is nagyon veti föl a fejét, hogyha most elvonatkoztatunk attól, hogy egyébként a jó kampányaink is kicsit értelmezhetetlenek a nyelvi szigetségünk miatt. Amit mondjuk akár a Sas Pista megcsinált az egyébként nem létező piacgazdaság idején, nagyon vicces reklámokat, ma már némelyik megmosolyogtató, de nagyon sok olyan van, amire egyébként azt mondhatjuk, hogy az a mentalitás, hogy őket hagyták dolgozni, és arra voltak kíváncsiak a megrendelők, hogy ők mit gondolnak, mert hogy nekik van papírjuk, vagy nem papírjuk, hanem nem tudom, arcuk ahhoz, hogy azt mondják, hogy mi ehhez értünk. Az látszik ezekből a munkákból. Egy-két ilyet még fel tudok sorolni, és aztán slussz. Általában egyébként ez a titka szerintem, hogy mindenki hozza ki a saját területéből a maximumot, dolgozzanak együtt ügyfelek, ügynökségek és médiumok, és hogyha ez működik, akkor valami nagyon tutit le lehet rakni az asztalra, és ezt még szerintem uram bocsá egyébként mindig anyámmal példálozom, de ő is meg fogja érteni. Egyébként értelmes asszony, de ugye az ő korosztálya meg a státusza szokott általában kijönni ilyen B, nem tudom, ami B státuszú, nem tudom, 50 fölötti asszony, akit már nem is tartanak a médiások nyilván, mint ilyen élő kategóriát. De hogy ő is meg fogja igenis érteni azt, hogyha van egy kicsi humor, vagy egy kicsi torzítás, még akkor is, hogyha egyébként nem rágjuk a szájába, hogy ez látott fehérebb lett, mint az, hanem hagyjuk őt gondolkodni ezen. Tök jó érzés, amikor látok egy olyan reklámot, vagy egy olyan hirdetést egy magazinban, amin el kell gondolkodnom. Kinyitom, és akár fél órát is elbíbelődöm azon, hogy egyébként iszonyatos műgonddal és borzasztóan nagy költségekből és rengeteg sok szakembert alkalmazva megcsinál mondjuk egy, nem tudom, egy PlayStation, vagy egy Volkswagen, vagy azok, akik rengeteg sok pénzt költenek arra, hogy jó printjeik is szülessenek, az üt. Meg azt azért nem dobom ki a magazint, uram, bocsánat, még egyszer megnézem, és ugyanúgy
nem tudom, el tudok rajta így nézelődni, mint mondjuk egy jól fotózott, nem tudom, nedves pólóban fotózott nőn, mert nekem legalább annyit mond még, hogyha nyilván más érzékszerveimre is hat. De egyébként tényleg azt gondolom, hogy hát a kurázsi az azért hiányzik. Itt tényleg arról van szó, hogy valamit el akarunk adni, baromi sok pénzt áldozunk érte, iszonyú kockázatok vannak, és nagyon kevés olyan van, és nyilván általában ez a nem piacvezető márkákra igaz, hogy valaki bátran vállalja, és azt mondja, hogy akár a fenekem kockáztatásával is én meglépek ezt, vagy azt, vagy amazt. Mondjuk, nem tudom, akik a mobilpiacra legkésőbb jöttek be szereplők, vagy a nem tudom, a bankszférában is vannak ilyenek, azoknál ez megfigyelhető, mert nekik nincs más választásuk, hogy nem tudnak tötyörögni, meg állóvízben áldogálni, amit egyébként a többiek megcsinálnak. Magyarország, mondjuk ez a személyes véleményem, lehet, hogy mások is egyetértenek vele. Most én ámulattal nézem, amit a románok művelnek. Csak fesztiválon látom, nem vagyok ott. Nem tudom, hogy tehát azt nagyjából tudom, meg sejtem, hogy milyen életszínvonalon élnek, de azt is tudom, hogy persze Bukarest olyan, mint Budapest, hogy azért az picit nem Románia, ott azért valamennyire így működik az élet, meg ez az igazi gazdaság. A románok baromi jó reklámokat csinálnak, az emberek élvezik, tényleg szórakoztat és úgy ad el, bár mondom, az eladás részét azt nem annyira ismerem, mert ugye az a fene tudja, hogy mennyire, de nemzetközi szinten abszolút jegyzik, figyelik a románokat, vannak már olyan reklámügynökség hálózatok, amik a regionális kreatív központjukat oda tették Bukarestbe, mert ott ezek a fiatal harapós, vagy nem tudom, gyilkolós srácok iszonyatosan nyomulnak. Mondják azt, hogy nyilván a románoknak nincs más választásuk, nyugatiaknak meg van pénzük, és egyébként ami ott folyik, az ugyanolyan nagy állóvíz, mint ami nálunk van, csak hogy éghegy csúcsát látjuk a fesztiválokon. Ez lehet, hogy így van, de hát itt is nagyon szeretnék minél több ilyet látni, és hinni azt, hogy valahogy kiderül, meg kiderült már pár szó, hogy attól még, hogy mondjuk rendhagyó, és attól még, hogy egy kicsit fifikás, vagy csavaros, attól még egyébként akár a mosószer fogyasztó mamának is el lehet adni, mert nem hülye ő, csak egyébként nem tudom, nem tudják teljesen lekövetni kutatásokkal azt, hogy valójában mit is gondolnak ezek az emberek. A világban nagyon sok reklámfesztivál van. Tavaly előtt röhögtem hatalmasat, amikor Cannes-ban láttam a beharangozóját a fesztiválok fesztiváljának, tehát most már az is van, ami nem feltétlenül a reklámfesztiválokról szól, csak az a lényege, hogy a fesztivál szervezők versengenek egymással, de hát amiből lehet pénzt csinálni, az jó dolog. Ezek baromi jó pénzgyárak egyébként, tehát iszonyatosan jól lehet azzal keresni, hogy cégeknek fontos a reputáció és a nem tudom a belső, tehát az embereiknek a motiválására az, hogy ilyeneken elinduljanak. Szerintem szakmailag is nagyon fontos.
ami a legfontosabbakat, hogyha össze akarom foglalni, mondjuk van Cannes-ban ugye az Aranyoroszlán Fesztivál, ami már több mint 50 éves, ez Velencéből indult, ez a világ legnagyobbnak tartott fesztiválja van, a Clio Award New Yorkban, a One Show, az AD&D Londonból, aztán van egy Epica nevű fesztivál, amiben újságírók zsűriznek, éppen itt volt januárban, nagyon megtisztelő volt, hogy a gáláját a kreatív újság ugye itt tartotta Magyarországon, szerintem nagyon színvonalasan. Vannak még a Crest Awards, ami szintén egy hasonló jellegű kreatív igazgatók minden országból összegyűlnek és úgy zsűrizgetnek. A régióban pedig a Golden Drum olyan, ami így nevesebb, ez Szlovéniában van. Egyébként egy kicsi reklámimádó ország, ahol ez jó példázza, hogy mennyire fontos, hogy az államelnök szokta átadni a fődíjakat. Nálunk általában a politikusok a reklám szóhallatán begubóznak a S-klasse merciükbe, és nem nagyon foglalkoznak ezzel a témával, vagy hát nyilván választások idején igen, de egyébként nem annyira. Segíteni semmiképp nem segítik szerintem. Igazából ezek, amiket így nagy hamarjában el tudok mondani, van még néhány, meg vannak olyanok, amik kifejezetten autókra, erotikára specializálódtak, ezek ilyen kisebb marginális fesztiválok, de ezeken is el szoktak indulni. Én voltam is egyébként 2 éve Lisszabonban az erotikus reklámfesztiválon. Hát inkább üde színfolt volt, mint szakmailag magas színvonalú dolog, de jó volt. Magyarországon meg van az Aranypenge reklámfesztivál, és a Kreatív Szaklapnak is van egy fesztiválja, amik így mondjuk így a magyar szakemberek számára az ismertebbek. Itt reklámjunkik összeülnek, és egy héten keresztül folyamatosan néznek reklámokat. Tehát mondjuk én zsűriztem is az Epicán például, ahol egy ültőhelyemben, vagy nem egy ültőhelyemben, de mondjuk reggel 9-től este 9-ig egy héten keresztül egy közepesen színvonalas párizsi hotelben végignéztünk 3000 reklámfilmet. Az valami állati, hogy mondjam, erőpróba volt. Ezt megteheted egy fesztiválon is, mondjuk Cannes-ban egy borzasztóan nagy auditoriumban egy héten keresztül mennek a filmek. A zsűri az egy külön dolog, mert ők látják külön, egy kis teremben ülnek és zsűriznek és vitatkoznak, megállítják a filmeket, agitálnak, elleneznek. Minden egyes filmért megy a harc, már ami mondjuk így a rövid listára került. A rövid lista az nyilván egy kicsit ilyen favágó munka, hogy ez megfelelnek, a standardnek ez nem felel, és nyilván amilyen összetételű a brigád, mondjuk Cannes-ban általában a legmagasabban jegyzett kreatív szakemberek vannak ott a világ minden tájáról, ők megállapodnak abban, hogy mit tekintenek standardnek. Hát ez általában olyan, ahova magyar reklám nagyon ritkán kerül be, de azért elő szokott fordulni. Média kategóriában nyertünk aranyat is 2000-ben például, de mostanában sajnos eléggé gyengén szerepeltünk, és akkor meghúznak egy vonalat, ami meg már a legjobbak között szerepel, ott meg élet-halál harc megy, és általában az szokott nyerni, amelyik valami egészen újat hoz, valami egészen más értelmezési tartományban mozog, mint amit általában a reklámról gondolnak az emberek. Fordulat lobby tevékenység, de tehát hogy mondjam így, köröm szakadtáig valakinek. Van olyan, hogy én például mondjuk, amikor zsűriztem az Epicán, én nem szavazhattam a magyar alkotásra.
azt mondjuk megkérhettem, hogy nézzék meg még egyszer, mert esetleg rosszul feliratozták a kollégák, vagy nem jött le annyira az az üzenet. Körmöm szakadtáig nem tehetem meg, mert hogy azért hülyének nem mutathatom magam, azért én is valahol egy szakmaértő ember kell, hogy legyek, csak azért, mert valami az én nemzetemből van, azért nem harcolhatok érte. A brazilok azért ezt megteszik, tehát azt úgy képzeljük el, hogy van mondjuk 60 brazil újságíró, akik eljönnek Cannes-ba, mert ott ez tényleg egy ilyen az emberek számára értelmezhető és baromi izgalmas terület a reklám. Tényleg van olyan, hogy 60 újságíró ordibál a zsűritagokkal, hogy miért van az, hogy ők nem nyertek 3 aranyat, és nem ők lettek az évügynökséget, tehát náluk ez élet-halál harc. A zsűri az annyira, ezt nem, tehát nem teheti meg szerintem. De valamennyire biztos lobbizik mindenki. Hundred years ago, mankind had but one cherished dream, to fly. One man, and one man only made that dream come true. Talok Tuzay Daniel Lipacha, the founder of modern aviation, hero of the history of the blue sky. With his unique invention, mankind soared above the clouds, winged their way to the heavens. Today, if we can fly as free as the birds, today, if McDonald's can fly 3 couples having chicken wings to 3 continents, we owe it all to one man. We salute you, Talk to Vladimir Pasha. We salute you. Az Epikán érdekes volt, mert ugye ott a nyugat és a kelet Európa ítészei ültek össze, mindenkinek más volt ugye a valóság alapja, máshogy gondolkodtunk bizonyos dolgokról, kevésbé voltunk píszik mondjuk, mint a nyugatiak, tehát azért így, amikor utánam Katona Éva, a kreatív mostani főszerkesztő zsűrizető például mesélte, hogy volt az a Peugeot reklám, ahol az indiai srác ácsol magának egy autót, ugye egy olyan autót. És ott meg a nyugatiak közül nagyon sokan azt mondták, hogy ez egy rasszista reklám. Ez a keletiek közül soknak meg egyáltalán nem jött le, azt mondták, hogy ez vicces. Tehát az nem árt, hogyha mondjuk egy nemzetközi fesztiválon van egy konszenzus azzal kapcsolatban, hogy miről mit gondolunk. Nyilván a szubjektum nagyon fontos, de az, hogy mi az a szint, ami mondjuk a minimum, amit el kell érni egy reklámnak, fontos, hogy előremutató legyen, tehát ezt valószínűleg mindenki tudja, hogy azért választották őt ki, mert azt gondolják, hogy trendformáló, és ilyen módon az, amit ő mond, az valamennyire általánosítható kell, hogy legyen, vagy érdemes, hogyha az. És ezért legtöbben törekszenek arra, hogy nagyon magas színvonalú reklámokat találjanak, és lehetőleg olyan reklámokat találjanak, amik valami egészen újat hoznak. Tehát amikre azt tudjuk mondani, hogy hú, ilyen még nem volt, és eldobom az agyamat tőle. Ilyen, ami most idén Cannes-ban nyert a Hondának, a Diesel Hondának a reklámja, ami gyakorlatilag egy ilyen pszichedelikus Monty Python film, olyan, mint hogyha nem tudom, Space Cake-et rágott volna mindenki, aki csinált ezt a filmet, és arról szól, hogy hű, de utáljuk a dízelt. És ez egy dízel motornak a reklámja a Hondánál. Hát ugye ez azért ezt most így elmondom egy megrendelőnek, oda megyek a megrendelőmhöz, és azt mondom, hogy na figyelj, akkor egy olyan reklámot csinálnék, hogy utáljuk a termékedet, és erről énekel majd egy ilyen debil csávó, és egyébként egy ilyen egy nagyon virágfiús hangulat van, úgy rúg ki, hogy a lábam nem éri a földet. De hát ez tényleg az kell, hogy bevállalják sokan, azt mondják, hogy ez egy jó dolog, vállaljuk, csináljuk, mert ma már akkora a reklám vagy média zaj, hogy egyszerűen így át kell rajta törni, és egy zsűrinek meg az a dolga, hogy igenis azt mondja, hogy na uraim, ez az. Szerintem a magyar reklám jobb, mint a magyar könnyűzene, ha itt tartunk, vagy ilyen összehasonlítás lehet tenni, milyen a magyar reklám. Ez a ki a kedvenc költőd típusú kérdés számomra, mert hogy hát ez ilyen is, meg olyan is. Tehát tényleg az a jó, hogy folyamatosan változik, folyamatosan meg kell, hogy újuljon,
ezért mondom azt és gondolom azt, és amikor órákat adok, vagy beszélgetek ezt a szakmát tanulni próbáló emberekkel, akkor azt mondom, hogy itt tényleg az számít, hogy mennyire van saját gondolatod, vagy elképzelésed erről, mennyire mered fölvállalni azt, hogy egy termékért küzdesz, akár annak a tulajdonosa ellenében is. Ez egy kicsit ilyen, úgy képzelünk el egy márkát, mint mondjuk egy gyereket, akit formálni kell, akkor egy ilyen elhivatott pedagógus tudat. Ezt tudom, hogy így ilyen, nem tudom, azért kicsit hagyjuk már összehasonlítást, mert arról szólt tényleg, hogy az ügyfelünk minél több pénzt keressen, és lehetőleg mi is. De azért ezt nem lehet hosszú távon úgy csinálni, hogy az ember ne hinne abban, hogy valami fontosat akar ebből létrehozni. Azt gondolom, hogy a magyar reklámnak a látható része, vagy a sokak által látott, vagy sok milliós nézettséget produkáló műsorok környezetében lévő alkotások, azok zömében nem ilyenek. Tehát nem olyanok, amire mondjuk büszkék lehetünk, és nem olyanok, amikkel mondjuk, nem tudom, távlatilag meg lehet határozni azt, hogy a magyar reklám az miben különbözik attól, amit a környező országok vagy más országok csinálnak. Miért van az, hogy egyszer csak India így elindult, vagy nem tudom, Szingapúr hihetetlen jó reklámvilággal bír, vagy a románok. Egyszerűen olyan környezet kell. Nálunk nem olyan a környezet, mert nem ez az elsődleges szempont. Amíg mondjuk az a fajta rendszer van, hogy a tévében mindent leadnak, vagy nincsenek minőségi követelmények, úgymond, és nyilván egy televíziós csatornának inkább az az érdeke, hogy minél több reklám menjen le rajta, és az igazából nem számít, vagy nincs egy grémium, aki meghatározná, hogy ez a reklám itt nem mehet le, mint ahogyan egyébként sajtótermék van, nem tudom, hogy mondhatom-e, de ha jól tudom, a HVG az még egyenlőre ilyen bástya, hogy ott mondhatják azt, vagy mondják azt, hogy ez itt nem szerepelhet ez a hirdetés, mert mondjuk idegen a szövegkörnyezettől, vagy attól, amit itt leadunk, és itt most nem a popsira, meg a nem tudom, más olyan dolgokra gondolok, ami nem feltétlenül, nem tudom, főműsoridőbe való. Magyarországon ez nem szempont, tehát el kell, hogy adjon az a reklám, meg minél többet játsszuk, annál jobban belesújkoljuk az emberek fejébe. Általában ez az, ami számít, érthető módon. Nem tudom, ha most nagyon sarkítani akarok, akkor azt mondom, hogy nem jó színvonal, és van még hova fejlődnünk, de az, hogy igazából mi ez az eszköz, ez mindenkinek ott lapul a zsebében, vagy aki őrzi a Szent Grált valahol, valamelyik reklámügynökségnél, az csak valahogy még nem jött ki, vagy lehet, hogy kijött, csak én nem találkoztam vele, nem tudom. Nagyon kevés mozgókép felvétel maradt meg a forradalomról. Ma már, amikor a háborúkat a rakéták orrából közvetítik, szinte nehéz elképzelni, hogy külföldi stábok, tévécsatornák és versengő híradósok híján alig készült filmanyag. De ez nem volt egy ilyen nagy attrakció, hogy én a szemem elé emelek egy kis dobozkát, tehát nyilvánvalóan látszott, hogy fényképezek vagy filmezek. Sem profi vagy hivatalos, sem pedig magánarchívumokban nem... Jó estét kívánok! Hölgyeim és uraim, ez a Megasztár Tehetségkutató Verseny második elődöntője. Ma este ismét megismerhetnek 10 tehetséget, és hogy közülük ki folytathatja majd a versenyt a nagy Megasztár csapat tagjaként, azt ezúttal is a zsűri dönti el. A
tét igen nagy, hiszen a Megasztár győztese ezúttal is elkészíteti saját albumát. Ezen kívül kap egy autót, illetve kap egy lakást. A Malomdom lakókert építtetője az Elefánt.hu jóvoltából. Hölgyeim és uraim, köszöntöm a stúdióban a zsűrit. Itt van velünk Soma, előadó művész, énekes. Péli Barnabás, United együttes frontembere, énekes, zenetanár. Bakács Tibor settenkedő, kritikus. Itt van természetesen Presser Gábor, zeneszerző, az LGT tagja, és a műsor zenei producere Novák Péter, énekes, koreográfus, színész, a Kim Novák együttes frontembere. Kedves zsűritagok, hát elkezdődtek az elődöntők. Mik az elsődleges benyomásaitok? Ugye egy elődöntőn már túl vagyunk, és hát elképesztő tehetségdömping volt. Arra nem gondoltatok, hogy mindig mindenkinél van jobb, hogy akkor szigorúbbak lesztek, Tibor? Nem, mert itt a probléma az, hogy nagyon jó teljesítmények nehezen összemérhetőek. Tehát ebben nem tud szigorodni. Most visszakérdezek, szerinted Handel vagy Bach? Bach, hát egyértelmű. Azért nem vagy a zsűribe, egyébként gondolom. Köszöntöm a stúdióban a hozzátartozókat, akik itt foglaltak helyet mögöttem. Ők aggódnak és szurkolnak a ma bemutatkozó énekesekért. Jó estét kívánok! És akkor mielőtt megismernénk a mai este főszereplőit, a 10 énekest, ne felejtsük el, hogy két tehetségnek már sikerült a továbbjutás. Lássuk, kik ők! Ruzsa Magdolna. Másodiknak jutott a döntőbe Szabó Eszter. Igen, igen, tehát Ruzsa Magdolnának és Szabó Eszternek már sikerült a továbbjutás, itt vannak ők is a stúdióban, gratulálunk nektek, lányok. Kontor Tamás pedig vigaszágas lett. Nos, hölgyeim és uraim, akkor most jöjjön az a 10 versenyző, akiknek viszont még minden esélye megvan a továbbjutásra. Hölgyeim és uraim, Puskás Péter! Bölcsészkaros egyetemista, ez idáig életében egyszer lépett fel egy kerti bulin. Struhács Kata, 27 éves, évek óta a zenével foglalkozik, de szereti a festészetet is, és nem csak képeket fest, hanem hajakat is, mert hogy fodrász. Szalóki Anett, 26 éves énekes, Jászberényből költözött Budapestre. Vokálozni szokott, de most már szeretne szólista is lenni. Simon Júlia, 19 éves gimnazista. Egy kicsi faluból, Csíriznyárádból érkezett Szlovákiából, állítólag barátaival szomorú rockot szokott játszani. Perlaki Marian! 19 éves tanárképző főiskolás, 5 éve tanul énekelni magántanárnál. Póka Angéla! 31 éves, jelenleg angol tanár, Los Angelesben végezte zenei tanulmányait gospel szakon. Zenészeket keres, szeretne Magyarországon zenekart alapítani. Heinz Gábor. Fél életét gitározással töltötte. Hát már este ő is énekelni fog. Turo Krisztián. Számítástechnikai szakiskolás, aki ikertestvérével szokott duettet énekelni, akit rögtön be is mutatnék önöknek, hölgyeim és uraim, Túró Márk, számítástechnikai szakiskolás, aki ikertestvérével szokott duettet énekelni, akit az előbb már bemutattam önöknek. Végezetül, de nem utolsó sorban, Csík László, 17 éves gimnazista, sok mindenben bizonytalan még, de egyet már biztosan tud, Laci, egész életében zenével szeretne majd foglalkozni. Sziasztok, Bakás Tibor settenkedő, most egy kis bátorítást ad nektek szóban. Egyből középen kezdeném a léleknél, mert az első elődöntőnél is úgy láttam, hogy az győz, aki lélekben erős. Tehát itt már olyan képességű művész, játékos versenyzők vannak, hogy
tényleg azt mondanám nektek, hogy meg kell tenni azt, hogy átlépitek saját magatokat, és eljuttok a közönségig. 2 perc, rettenetes 2 percetek van, ami az egész életet is jelenteti. Rajta, gratulálok! Kedves énekesek, fáradjatok ki a váróterembe, hamarosan kezdődik a verseny, szólítalak titeket. Az elmúlt heteket az énekesek gyakorlatilag folyamatos munkával töltötték a felkészítő tanárok segítségével, hogy ma este a legjobb formájukat nyújtsák önöknek, illetve a zsűritagoknak. Hát akkor lássuk, hogyan teltek ezek a hetek. 1, 2, 3, 4. Igazi jó hangulatú tanítások vannak, nagyon jó hangulatú órák. És úgy látom, hogy mindenki boldog, és örülnek az emberek. Lehet, hogy ez a Megasztár még jobb lesz, mint az előzőek, mert az a tapasztalatom, hogy sokkal képzettebb hangok jöttek el, mint az előtt, és gyakorlatilag kimerem jelenteni, hogy a szakma apraja itt van. Fel is oldottam így az órákon, tehát nem az van, hogy teljesen majd elálljuk, amit kéne kell nekem, tényleg így azért tudom, amelyes átszellem, mert a számát. Nagyon jók a dinamikák, nagyon jók az ívek, úgyhogy kicsit fokozni föl magadat, tehát nyisd ki jobban magadat, jobban sugároz is kifelé. Így hangszer nélkül nagyon gyámoltalannak érzem magam kicsit egyedül, de egész jó haladt szerintem. Talán ez az egy része a felkészülésnek, ami kicsit nehézkes. Krisztián egy kicsit macsósabb, de meg egy picit ilyen finomabb lelkű, úgy nézem. Igen. Így első blikre. Nagyon tetszik. De tényleg? Az én különösen is tényleg nagyon tetszik. A szegecs az nem megérni törni. Minden csúcs szópi. Márk viccelsz. Neked is az úttörő áruházba fogunk ruhálkozni. Jó, mert gyerek volt. Kényelmesen kell éreznem magam ahhoz, hogy át tudjam adni azt, amit érzek. Én ilyeneket szeretek, nagyon ilyen hosszú és kicsit ilyen bolondos, szóval ebben nagyon jól érzem magam. Mondtam neki, hogy szerintem az ő arcához, hogyha megnézitek, tehát ugye a karakterében illik a fufru, és egy ilyen egy kicsit ilyen lazább, az ő egyéniségehez illő fufrut készítette neki. Arra gondoltam, hogy mondjuk így a pólón így nem nagyon van semmi, hanem egy színű, egy vényakú. Ez a póló, ez az azt hiszem teljesen rendben van. Igen, mindenképpen így felhajtva, és akkor valamit meg ide a cukrorra, ami trükköt kitalálunk. Egyre kevesebb az olyan szempár, amikor azt látom, amikor mondok valamit, hogy jól van, mondja, csak majd úgy zsúcsom, hogy én akarom. Nem vagyok elég ösztönös, vagy nem tudom, valami ilyesmi probléma lehet, de dolgozom az ügyön. Itt szembesülök először azzal, hogyha kritika ér, el kell fogadnom. Itt értem van ez a dolog, és nem ellenem. Előadásmód és koreográfia iszonyatosan fontos. Nem szeretnék görcsölni, egy jót szeretnék énekelni, és kész. Benne vagyunk az ütembe, és bugi van, és imádjuk. Sziasztok! Mi ez a néma csend? Ennyire nem tetszettetek magatoknak filmen? Izgulunk, más nem. Azt láttam a filmben, hogy a Lakatos Márk egyből felfedezett valami különbséget köztetek? Ja, most ki a macsó? Ki nem a macsó? Milyen volt ez a néhány hét? Mit tapasztaltatok? Te soha nem szólalsz meg? De igen. Filmben se nagyon szerepeltél. Hol voltál? Nem készültél? Nem, én nem készültem. Én most csak úgy beugrottam. Nekem az volt a legnehezebb, hogy hangszer nélkül vagyok most először itt így. Tehát most van az először, amikor mozgok és énekelek együtt. Jó, nyugodjatok meg, szerintem nagyon ügyesek vagytok, nem lesz itt semmi baj. Kérek szépen egy örömüvöltést, üvöltsük ki magunkból, ahogy szoktuk itt a zsűritagokkal is a feszültséget. 1, 2, 3, tessék! Kezdődjék a Megasztár második elődöntője, hölgyeim és uraim, a színpadon először Heinz Gábor. Gyerünk Gábor, mutasd meg, hogyan tudsz énekelni gitár nélkül. Tiéd a pálya, gyerünk. Nagyon sok felé jártam életemben, sok úton elindultam.
Játszottam Portugáliába, Finnországba, Angliába, és hát mondjuk egy olyan 6 évet zenéltem Majorkán. Nekem nem való ez a dolog, tehát én egy kicsit felörlődtem benne. A zenekar ez körülbelül 3 hónapja alakult, úgyhogy eléggé gyerekcipőben jár. Abból a célból, hogy egy saját produkciót hozzunk létre. Valami eredetit, valami nagyon ránk jellemző dolgot. Így most mit gondoltam, hogy most itt van a lehetőség, amivel most lehetne élni, és most esetleg tudnám a kreativitásomat és a zeneszerzői adottságaimat, vagy ambícióimat kicsit érvényesíteni. Szerintem menni fog, aztán majd meglátjuk. Gábor, megkérem Novák Pétert, hogy ő értékelje ma először ezt a produkciót. Az a helyzet, hogy én Robbie Williamsnek nagyon nehezen bocsátom meg a tégdettes éveket, de egyre inkább a rajongás irányába sodródom, és ebben neked elévülhetetlen érdemeid vannak. Hihetetlen jó belenyúltál ebbe a nótába, ezt nagyon eltaláltad, és külön gratulálok a lábmunkádhoz, még ezzel adtál egy komoly lehetőséget a Bakácsnak, hogy a rajzfilmek világába elvezesse. Nézd vissza! Hát gratulálok, azt hiszem levetted itt a közönség reakcióiból is, hogy ez nekünk indításnak, wow, teljes vérátömlesztés volt, áthoztad az erőt, gratulálok. Mondom a pici bácsinak, hogy a pókemberből látunk részleteket, egyébként tényleg nem, behúztad, behálóztad teljesen a színpadot. Arról beszéltem, hogy semmi nem marad belül, minden kívülre jön és elér hozzánk, tehát azért el is felejtettem régi énedet. Szerbusz! Ezért. Köszönöm szépen! Én azt mondom, hogy ez nagyon jó volt, és szerintem tök jó, hogy nem volt rajtad gitár, mert kiderült ezek szerint ösztönösen, hogy simán bejárod a színpadot, de úgyhogy még el sem hangzott az első hang, Már mindenkit berántottál, érted? Mondom, hogy ez állat, pedig még nem is énekelt, és amikor elkezdsz énekelni, akkor kiderült, hogy tényleg képbe vagy, és nagyon jó énekes is vagy, úgyhogy köszönöm. Csíkos nagy. Hát ez kétségtelen, hogy Gábornak nagyon sok energiája van. Miért jelentkezett a Megasztárba? Hát tulajdonképpen te egy profi zenekar vagytok már. Mi ezzel a célja? Most alakult zenekar, ez egy sokat próbált zenészekből összeállt zenekar. És hát igazándiből ő ki akarta önmagát próbálni, hogy mint külön előadó művész, ugye ő általában zenekarban zenélt.
és most ez egy kihívás neki. Meg ez egy logikus dolog, az ember alapít egy zenekart, majd kipróbálja magát szólistaként. Abban a pillanatban. Én azt hiszem, hogy ez egy pozitív műsor, és érdemes megpróbálni magát, mert meg kell, hogy mutassa magát a közönség, nagy közönségnek, ország szinten. Jó, ez igaz, persze, hát kell az előadónak a kis csizmácskájára két rakéta, hogy repüljön az ég felé. Én túl vagyok, gyerekek. De jó neked. Nyomjátok meg. Nagyon jó neked. A most következő hölgy Csiliz Nyáradról, Szlovákiából érkezett hozzánk, és rendkívül érdekes Queen feldolgozást fog bemutatni a színpadon. Hölgyeim és uraim, Simon Júlia következik. Gyere, Júli, sok sikert! Dunaszerdahelyen vagyunk. Nagyon szeretem ezt a várost. Igaz, hogy nem itt nőttem fel, és ide csak gimnáziumba járok, de tényleg mégis sok időt töltök itt. Itt vannak a barátaim. Kifogtam a legeslegjobb osztályt a világon, és nagyon örülök neki. Most a legjobban a támogatásra van szükségem, és tőlük megkapom. Megértem azt, aki szereti a popzenét, és nem is mondom azt, hogy jaj, hülye Britney Spears, stb. De hát én nem ez vagyok. Sokáig tartottam, hogy kialakult bennem, hogy egyáltalán mibe vagyok otthon. De azt hiszem, hogy lassan kezdem megtalálni magam. Just killed a man, put a gun against his head, pulled my trigger, now he's dead. Mama, life has just begun. Volt rossz. Rövid szünet után a zsűri véleményét is megtudhatjuk. Most reklám. Vajon melyik énekes nyűgözi le jobban a zsűrit? A reklám után folytatódik a verseny a döntőbe jutásért.
Hol van a Fasztungér? Nálam van. Az edzésen sérülések, zúzódások esetén mi mindig a Fasztungért használjuk. Nekünk bevált. Miért? Mi történt? Nekünk is szükségünk van rá. Nagyapa, gyere be! Jaj, a hátam! A Fasztungér gyorsan a szövetek mélyére hatol, csökkenti a hátfájást, az ízületi és izomfájdalma. Fasztungér, gyors segítség a fájdalomra. Nekem segít a Fasztungér. A kockázatokról és mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét. Búj Szilán Aromasoft a ruháinak és önnek. Nehéz napja volt? Az illóolajokat tartalmazó Szilán Aromasoft újra egyensúlyba hozza. Ébressze fel érzékeit az új Szilán Balanszal. Hello, na mit gondolsz, mit csinálok? Hello, szia, mi újság? Én vagyok. Hétfő? A hétfő nem jó. Nem jó. Az igazán fontos beszélgetésekhez Tékom telefon kell. Halló, ki vagy? Hello. Vezetékes telefonvonal ajándék színusz 100 készülékkel 4990 forintért. Rendelje meg évvégéig, és a belépési díjat lebeszélheti. Tékom. Top Joy Fitness. Mostantól új csomagolásban kevesebb, mint 15 kalóriával. Keresd az új aloe verás változatot. Top Joy Fitness. Fit leszel. Az életben annyi mindenre várni kell. De rám ugyan nem. Mert én olyan Electrolux mosógép vagyok, aki pontosan jelzi, hogy meddig tart a mosás. Így mindig tudod, mikor kell visszajönnöd. Nem rossz, ugye? Electrolux. Vele könnyebb az élet. Az új nagykijelző Siemens C75-ös mobil dominó csomagban most 21.990 forintért a tiéd lehet. T-Mobile. West End. Legyen mindig a központban. Most két Danett Duett Rudit kapsz egy csomagban, és melléjük gyűjthető Halloween kártyákat. Hát ne félj! A Danon kefir ajánlott fogyasztói ára 56 forint bizonyos áruházláncokban. Én Electrolux mosógép vagyok. Velem könnyebb az élet. Megjelent a Megasztárból népszerű Pál Tamás első lemeze. Pál Tamás új lemeze tele igazi slágerekkel, CD-n és kazettán. Digitális fényképezőgép 80 000 forint Mastercard-dal. Partedly 1500 forint Mastercard-dal. Az első karácsony az unokával felbecsülhetetlen. Van, amit nem lehet pénzért megvenni. A karácsonyi meglepetésekhez azonban ott a Mastercard. Most három kívánsága teljesülhet. Vásároljon Mastercarddal, és nyerjen három álomajándékot szeretteinek másfél millió forint értékben. Gyakran hívsz vezetékes számot? Válaszd a Vodafone Selecthez a vezetékes opciót. A vezetékes hálózatba irányuló hívások percdíja bárhonnan 6 forint 90, nem csak otthonról. Vagy te otthon ülő vagy, az asztali GSM készülék 9990 forintért a tiéd lehet. Az egészség a legjobb érzés. Őrizze meg a Centrummal. A még teljesebb összetételű Centrum ellátja egész testünket vitaminokkal, ásványi anyagokkal és nyomelemekkel. Így segít megőrizni egészségünket minden nap. Centrum A-Z gluteinnel. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét. Új Airwaves Active Guaranával. Harapjon rá, és töltődjön fel!
Válaszd a magas hozamot és a biztonságot. Válaszd az elmúlt egy évben 18%-os hozamot elért KNH válogatott 3 alapot. Dönts okosan! KNH. Bank és biztosítás. Gondoskodjon egészségéről 50 év felett is a megújult Centrum Silver Luteinnel. Erősebb és dúsabb hatású hajat szeretnél? Ki ne vágyna rá? Az új Pantene Full & Strong kollekció samponját és kondicionálóját vékony szálú hajra fejlesztették ki. Aminopro V-komplex formulája behatol a hajszálakba, így belülről erősíti azok szerkezetét. A haj így erősebbnek és akár 35%-kal dúsabbnak látszik. Készülj fel a nagy változásra! Mosolyogj! Csodás! Új Full & Strong kollekció. Bizonyíték az erős haj. A Knorr krémlevesek mennyei világa várja Önt. Titkok, melyek velünk élnek. Tudom, hogy anya miért ölte meg magát. Tényleg? Mert tettem valamit. Valami rosszat. Arcok, akiket ismerünk, de valójában nem látjuk az igazi énjüket. Azt gondolom, hogy hibázunk. Ezek rendes emberek. A bankom szerint egyikük sem az. Pillanatok, amiket örökre el szeretnénk felejteni. Betörő járt a házban. Született feleségek. A Megasztár után itt, a TV2-n. Valami baj van, főnök? A gyilkosság középpontjában egy gyerek. Tudjuk, hogy nem a vér szerinti lánya. Sosem mondtam, hogy azt mondta, hogy a lánya. Körözé szeretnék kiadni, se villogó, se szivéla, de a gyermekével van. Akinek az életéért Kocsek bármire képes. Találkozott a szülőanyjával. Nem, sohasem találkozott. Ismeri ezt a nőt? Ne használjanak fegyvert. Ismétlem, ne használjanak fegyvert. Kocsek. Holnap este a TV2-n. Borzalmas ejtőernyős dráma a parti sziklákon, magyar címlapsztori Fokvárosban, és az igazi csoda a kamera előtt, Mátyás túlélte a zuhanást. Minden idők legvadabb versenye Afrikában, futni, mászni, tekerni, ugrani, 35 fokos hőségben, víz nélkül. Napló, vasárnap este 7-kor, Svábi Andrással. Tudják, miért nem élőben megy a mirincsú? Vagy az egészséges koleszterin szintű, az alacsony koleszterin szintű tulák kérre, hogy ott rohadna meg ez a szint. Hanem az Ön poggyászában, illetve ruházatában. Faszki. Nekem jó volt, ha nektek is. Pedig ez a sokba ki is elég röhelyes, még ő szerintük is. Nem irigylem sem a vágót, sem a rendezőt. Teszek ennek a producernek egy visszautasítatatlan ajánlatot. Vasárnap este úgy is kiderül, hogy az Amigók közt avagy a főszereplő meg a többiek lesz a TV2-n, vagy pedig ez. Újra itt vagyunk, folytatódik a Megasztár. Hallgassuk meg, mit szól a zsűri a szünet előtt elhangzott produkcióhoz. Jó van, jól csináltad. Hadd mondjak el valamit. Voltak icipici intonációs zűrök, de ez most annyira nem is érdekes. Valami járt a fejemben végig, és az sem baj, ha megcáfolsz, csak azt hiszem, hogy valami történt, ami nem volt itt az egész produkcióban, szinkronban. Én azt hiszem, hogy ez a dal, hogyha így mozgod le, akkor leillusztrálsz valamit, ami nincs a dalban. Elhúztad magad alól a szőnyeget ezzel a kis táncival. Ez egy drámai dal tulajdonképpen. Valami nekem az az igazi nagy hatás, ami nagyon megérint, az nem volt ebben a produkcióban, de igazából nem tudok rá rosszat sem mondani, mert végül is egy izgalmas hangszerelés volt, de valami bennem is elcsúszott. Én megpróbáltam úgy képzelni, hogy előttem állsz, és végig nekem sorolod ezeket a dolgokat. Kétségtelen, hogyha elkezdesz ilyen körös mozgásokat, akkor például a vége felé nem szabad semmi behagyni a végét. Tudod, nekem az volt a bajom, hogy azt nem zártad le. De én hibát nem leltem benne. Csili nyáradra is el fogok menni emiatt, mert hát ez érdekes egy falu lehet. Várunk. Jó, oké. Tényleg azt akarom mondani, hogy 19 éves vagy, szerintem
ez egy nagyon-nagyon erős produkció volt magadhoz képest. Viszont az az érzelmi bizonytalanság, ami általában benne van egy 19 évesben, mint ahogy benned is, én úgy érzem az éneklésből, az kiütött a nótán is. Gratulálok. Köszönöm. Valószínűleg a szuggesztió hiánya, amit keresünk, de hogy pozitívumot mondjak, ártatlan vagy, mint egy pohár víz, nagyon sok mindennel fölruházható, és nagyon való neked ez a műfaj, ez az egész popzene úgy, ahogy van. Úgyhogy bármit is hoz a verseny, neked ebben foglalkozni kell, mert alkalmas vagy erre a pályára. Köszönöm szépen. Köszönöm. Mellettem Simon Júlia édesapja, a mama is, illetve az egész család. Nekem nagyon tetszett egyébként a produkció. Nem tudom, a Júlia ilyen, ami ennek a színpadon tűnt? Kedves, kicsit visszafogottan, finom teremtés. Igen, alapjában véve ilyen, picike kis finom erőszakkal fűszerezve. És ez mit jelent? Az hogy bukkan felszínre az a kis erőszak? Akinek két lánya van, az valószínűleg tudja, hogy miről van szó. Figyelem, figyelem, a váróteremben folytatódik a verseny. Énekes, festő, fodrász, a színpadon Struhács Kata. Gyere Kata, mutasd meg, hogy sokkal, de sokkal jobban tudsz énekelni, mint festeni és hajat vágni. A zenével való kapcsolatom az nagyon kicsi koromban kezdődött el, egészen pontosan 6 évesen, amikor a Magyar Rádió gyermekkorusába felvételt nyertem, és akkor igazából itt eldöntődött, hogy ez lesz az én utam. A festést azért szeretem, mert a színfalak mögött zajlik. Senki nem zavar engem a műteremben, ronthatok, kijavítom. Az éneklés megint már zörögött, egy olyan fajta adrenalin szökik és buzog föl az emberből, amit én gyerekkorom óta érzek, hogy ez nekem jó. Az egyik oldalon leteszek ennyit mondjuk a színpadon, és átadok az embereknek, akkor ugyanannyi fog visszajönni. Festésben ugyanígy, bármiben ugyanígy működik ez. Sok év voltam, még ezt megtanultam, és anyává kellett válnom ahhoz, hogy ez belül szinte zsigerivé váljon. Don't you run the wheel before you.
Nyilván olyan volt a produkció is, amilyen te magad egy napocska, te egy ilyen kis napfényes ember vagy, aki tényleg az ember, akárhányszor látlak, mindig így felragyogsz. Kellemes volt, jó volt hallgatni, jó volt látni, úgyhogy köszönöm. Én azt nem tudtam eldönteni, tényleg az volt az érzés, hogy olyankor szeretek én ilyen zenét hallgatni, amikor nincsenek problémáim. Tehát tényleg ez elég problémamentes történet volt, és arra gondoltam, hogy lehetséges, hogy Kata ennyire megfelel a dalnak. Jössz festve anyaként, akkor hát lehet, hogy esélyes egy ilyen választás, vagy egy ilyen kifejezésmód. Jó, majd meglátjuk. Végig úgy éreztem, hogy te nagyon-nagyon szereted ezt a zenét, amit énekelsz. Viszont lehetett volna egyen szuggeszívebb. Kimel James Brown a színpadra, vagy valami, tehát annak vagy a Stevie Wonderben van valamilyen olyan érzet, ami... De lehet, hogy az ő személyiségében meg nincs. Igen, de a napra nem mondhatod hibaként, hogy világít, érted? Hát ez, erről beszélünk. Jó. A helyzet az, hogy én nem vagyok ennek a műfajnak a nagy belső villás rajongója, tehát nem erről van szó, viszont ez egy nagyon professzionális munka volt. Ez egy ilyen dal volt, és ezen belül szerintem tökéletesen működtél, köszönöm. Úgy gondolom, hogy ebben a dalban, ha ezt énekeled el két percben, akkor ebben a dalban szenvedélyesnek kell lenni. Hát ott hallom a hangodban, hogy ez megvan, és annyira visszafogtad, úgyhogy csak egy kicsit adjál többet legközelebb, valahogy engedd, hogy kijöjjön az a hang. Struhács Kata barátainak gondolom nagyon tetszett ez a produkció, vagy tévedek? Igen, nagyon jó. Most ő anyuka, erről kevés szó esett. Miért pont most jelentkezett, miközben pici gyereke van? Hát ő tavaly is jelentkezett volna, csak épp akkor jött közbe a baba, úgymond. Szülés előtt, szülés után, megasztár. Amiről beszélnek, én ezt a kritikát abszolút elfogadom. Belül viszont úgy éreztem, hogy minden oké, tehát még helyre kell rakosgatni nyilván dolgokat. A következő hölgyről a felkészülés hetei alatt kiderült, hogy rendkívül szolid, visszahúzódó teremtés. De hát megkérem Perlaki Mariant, hogy mutassa meg, hogy mennyire szép, gyönyörű hangja van. Mert hogy ő következik. Gyere Marian, csak nyugodtan, tiéd a pálya. Ha ide jövök, akkor konkrétan azért jövök, mert már annyira megteltem dolgokkal, hogy muszáj, hogy így szembenézzek velük. Gondolkoztam azon, hogy milyen lenne, hogyha nem lennék ilyen, amilyen vagyok, de az az igazság, hogy most már ennek örülök is, mert így sok olyan dolgot megtanultam, amit egyébként nem tanultam volna meg. Nem attól félek, hogy nem fognak szeretni, hanem attól félek, hogy úgy fognak megítélni, hogy igazából egy árva mondatot nem hallottak a számból. És ezt nagyon nem szeretem. 8. volt az első komolyabb fellépés, ami meghatározta ezt az életemben, hogy ennyire fontos szerepe van a zenének. Valahol mindig ebben menekültem, hogy nagyon-nagyon ajándékos volt, hogy nekem ez így sikerült. Some comfort to you.
vultures and thieves at your back. The storm keeps on twisting. Keep on bathing the lies that you make up for all that you have. Don't make no difference. Escaping one less death. It's easy. Tudod, miért vagy ilyen nagy? Mert lehet, hogy nagy ajándék vagy te az embereknek. Tényleg, Isten kitalálja a dolgokat. Olyan templomot húztál magad köré, fúha. Ja. Én is tudok róla, fantasztikus. Nagyon szép. Nagyon szép. Először szeretném megköszönni ezt az előadást, mert olyan, mint egy icipici kis karácsonyt varázsoltál volna ide. Ahogy kimondtad, hogy az Angel szót így énekelted, akkor így olyan volt, mint egy ilyen karácsonyi kis koncerten lennénk. Ugyanakkor kiadott az éneklésedre valami, és egy pici bizonytalanságot éreztem egy-két ponton. Ezért van, ha egy angyal áll mögötted, akkor a te vibrátod is megremeg, érted? Az is igaz. A bizonytalanság még néha szerintem jót tesz dolgoknak. Azt mondtad, hogy azért jössz erre a versenyre, hogy hagyj egy jelet az emberekben, ez sikerült, és hogy kettőnkből egyet csináltál, te mint előadó, én mint hallgató, annál nagyobb dolgot nem is tud a színpad szerintem. Azt érzem, hogy ha valamiért érdemes dalokat írni, akkor az az, hogy majd így eléneklik. Tulajdonképpen egészen izgalmas dolog, ami létrejött. Nagy ajándék vagy nekünk, és ki vagy választva arra, hogy adni tudj, és az a legtöbb. Úgyhogy gratulálok. Marian meg sem mozdult a színpadon, ugye megállt egy helybe, valóban gyönyörűen énekel, de én közben azon gondoltam, hogy tényleg ennyire visszahúzódó típus, vagy csak ez a szituáció váltja ezt ki belőle? Ennyire visszahúzódó típus. Valaki énekel még a családban? Nem énekel egyikünk sem. A testvér egy kicsit énekel, csak most nem mert közbevágni, pedig én már kinyomoztam, hol fogsz énekelni? Holnap énekvizsgán lesz a Kecskeméti Főiskolán. Jó, de az óvóbácsi vizsgán, ezt bele akartam csempészni, az úr óvóbácsi lesz, ami szerintem annyira jó. Mert egy ritka dolog az óvóbácsiskodás, nem? Hát most már annyira nem a szakon, három fiú is van. Úristen, már három óvóbácsi is van Magyarországon. Igen. Elégedett voltál a húgod teljesítményével? Igen, szerintem fantasztikus volt. Jó, gratulálok, szerintem is nagyon szép hangja van. Na, összeszedted már kicsit magad? És mondja össze, hogy igen. Ja. Igen. Jó van, na legalább. Így kell csinálni. Szálltak az angyalkák? Éreztem. Egy. Mielőtt szólítom a következő énekest, egy örjöngésre hajlamos bölcsészkarost meglátogatom a váróteremben a versenyzőket. Kicsit lehűtöm a fiút. Na, sziasztok! Péter, mindjárt eljössz. Nem kellett épni a díszletet, egyből nyugalom. Szerintem visszafogottam, meg is lehet kérdezni a többiektől. Mit tanácsoltok? Péter fog következni. Csináljuk.
csinálj azt a kocsit. Jó tanács, te voltam stúdiára színpadon, tessék, mondjál valamit. Én annyit, hogy legyél te. És most egy kicsit feloldottál? Most akkor beszélgetni fogunk? Vicceket mesélsz? Igen. Ó, de feszült itt a hangulat, nem látom. Én rontottam nem. El. Nem. Lazuljatok, nyugodjatok meg, hogy sokkal jobban lehet énekelni. Nyugalom. Folytatódjon a verseny, hölgyeim és uraim, a színpadon Puskás Péter következik. Gyere, Péter! Nagyon tetszik Jimi Hendrixnek a zenéje, ahogy megjelenik, és ahogy ő van, és ahogy ő gitározik, vagy zenél, azzal már képes el egyfajta ilyen lázadás. A foci, az egy nagyon fontos dolog nekem. Ez hasonlóan a zenéhez, de örömmel lemondtam, hogy futballista legyek, bár a zenéha elálmodozom, hogy milyen lenne a Madridban játszani. Take the time, hurry up, the choice is yours, don't. Szerettem volna zenélni a barátaimmal. Volt ez a koncert, amit végig is csináltunk így 30-40 ember előtt egy kertben. És az nagyon hangulatos, ezt is sikeredett, és nagyon megszerettem ezt a dolgot, és szerettem volna ezt tovább vinni. Én nagyon remélem, hogy benne sikerülni fog a 12-ben jutás. Ha nem sikerül, akkor sincs semmi. Akkor folytatja az ember az egyetemet, és zenélget mellette, mert mégis a zene a lényeg. If you think that a kiss was on the lips, come on, you got it all wrong, man. And if you think that a dance was on the hips, oh well, then do the twist. If you think holding hands was all in the big red, hold up your soul while a Marilyn Lane goes out. Back to the never do with the singers, cause it tells everyone in the world. But they were thinking about the girl. Hallhatják, a közönségnek nagyon tetszett ez a produkció, de hogy mit szól mindehez a zsűri, csak a reklám után derül ki. Hamarosan jövünk. Vajon ennyi jó énekes közül ki a legjobb? A reklám után újabb tehetségek kápráztatják el a Megasztár zsűriét. Wow.
Láz. Bak. Láz. A maja papnők, amikor az utódlás ügyét akarták elrendezni, csak nem utána... És ezt nem próbáljuk ki, mert utána félek, hogy baklázom lesz. Igen. Nem a bak. Búzera, péntek este a TV2-n. Ez miért tetszett neked annyira? Szombat este. A legnagyobb kedvencek Tilla Tilla, Liptai Klaudia és Csiszár Jenő. Megy a kútra Panna, kezében van a... Panna. Így van! De ez egy activity óvodás változat. De minden. Ahol az indulatok elszabadulnak. Ahogy a Csiszár tudta, Istenem, végre tudok valami keresőre. Ahol kőkövön nem marad. Ha nagy leszel, akkor a teát is el kell tudnod mutogatni, Jenszike. Activity. Szombat este a TV2-n. A műsorhoz jó szórakozást kíván a Színes RTV. A remek hangulatot támogatja a Picanto forgalmazója, a Kia Motors. Ha a randizás nem megy, akkor próbálj szerencsét egy hajótúrán. Képzeld el, dugi tele dugi babákkal. Ez minden férfi álma. Rengeteg szexlátástól vakulkozik. Egy homokos kémútnak éppen ez a lény. Újat húztál az utazási ügynökkel, ezért jutottunk ide! Miért is hallgattam rád? Roger Moore és az Oscar-díjas Cuba Gooding Jr. Hajó a vége. Vasárnap este a TV2-n. Milyen ragyogó és illatos a hajad? Hogy csinálod? Nem én, a Sauma. Új Sauma aroma intenzív ápoló sampon természetes aromaolajokkal. Intenzíven ápolja és kényezteti haját, és akár 80%-kal erősebbé is teszi azt. Á, ezért áll minden pasi a tesorodban. Új Sauma aroma intenzív hajápolók a Schwarzkopftól. Csábító forma. Ellenállhatatlan illat. Tökéletes ízharmónia. Aranyló arabika kávé szemek teljességének titka a Nescafé Goldban. Érzékek csábítása. Nescafé Gold. Miért vennéd meg drágán, ha lehet olcsón is? Premier Outlet Center. Világmárkák 30-70%-os árengedménnyel minden nap az M1-es Budapark leágazásánál. Premier Outlet Center. Tibi, 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 tibi. Tibi, 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 tibi. A Tibi jó, a Tibi finom, a Tibi különleges. Kóstold meg, különben megtalálok téged is. Na, ezt túléltük. De holnap újra kezdődik. Talán túl jók az ajánlatok? Lehet. Peugeot téli vásár, csak december 31-ig. Képzelje el, hogy valaki átad önnek egy telefont, egy Samsung D600-at. A 2 megapixeles kamera bámulatos képeket csinál. Csatlakoztatja a tévéjéhez. A telefonképei lenyűgözőek. Kinyomtatja Bluetooth-on keresztül és próbálja összerakni a történetet. Hirtelen megcsörren a telefon, de senki nem szól bele. A D600 első rangú üzleti alkalmazásaival ezt nem is olyan nehéz elképzelni. Cicus? Cic? Hol vagy, lustaság? Senki nem tud ellenállni a megújult Ceva Deluxe puhaságának. Ceva. Szakadatlan puhaság. Új ország! Megjelent Olajbolya új lemeze a Magyarország című dallal. Szabó Károly, 52 éves építésvezető. Havonta 80 órát építkezésen, 80-at az irodában dolgozik. 28 órát utazik. Telkén 144 órát tölt. 40 kiló halat fog. 17 liter halászlevet főz. Pedig csak 799 forintot költ multivitaminra havonta. Eurovit. Alapvitamin a mindennapok hőseinek.
A kockázatokról és mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét. Bár már nem vagyok élsportoló, az egészség továbbra is a szívügyem. Ezért használom az új Floriol Triót. Az új Floriol Trió kukorica, repce és napraforgóolaj ideális keveréke és az omega-3 zsírsav természetes forrása. Mert védelemre mindig szükségünk van. Floriol, egy életre szóló recept. Nem csoda, hogy a Magyar Dietetikusok Országos Szövetsége is a Floriolt ajánlja. Világra jönni, világot látni, divatvilága, sztárok világa, lelkünk világa, a mi világunk, a tiéd is, hölgyvilág. A Szilán különleges frissessége most az új Persilben. Ez a tisztaság érezhető is. Persil a Szilán friss illatával. Árad felém a frissesség, nagyszerű. Persil a Szilán friss illatával. Frissebb, mintha a szél szárította volna. Új Persil a Szilán friss illatával. Érezze ön is a tisztaság illatát. My temperature rights, it's alright. Everything is alright now. Vasárnap is dolgozol? A gyerekekért teszem. Miért tölteni az idejét felesleges munkával, hiszen minden doboz Happy Day maximális gyümölcstartalommal készül. Önnek egyetlen dolga marad, kiválasztani az egészséges és finom Happy Day gyümölcslevek közül a kedvencét. A gyümölcsök tiszta íze a Rauchtól. A természetes energiában gazdag győri édes kakaókrémbe mártva még finomabb. Győri édes dupla jó, duplá jó. Figyeltek, csak jobb lesz ott. És sokkal jobban megéri anyagilag. Annyira megbízható. És nem csak a nagymányokat kényeztetik. Olyan akcióik vannak. Sokkal többet. És alapból nem kérnek pénzt bizonyos dolgok. El akarnak menni? Soha, Józsikám, mert a bankról beszélget. CIP Betétmix. Kamat kívánság műsor. Akár 9%-os betéti kamattal, és most ajándékrádióval. CIP Bank. Egy hullám hosszon. Újra itt vagyunk, hölgyeim és uraim, folytatódik a Megasztár második elődöntője. Kíváncsian várjuk, mit mond a zsűri a szünet előtt elhangzott produkcióról. Fú, figyelj, ez nagyon kivételes lendületed van. Szóval komolyan mondom, hogy ilyet nagyon ritkán látni. Amit mondanék hibának az, hogy annyira beleugrott a nótába az elején, hogy végig egy picit fölé intonáltál. De egyébként az egésznek a lendülete annyira kivételes, hogy még hezitálok. A helyzet az, hogy fájdalomtól elcsukló hangon veszem tudomásul, hogy megöregettem. Tehát ezt a műfajt, ezt így kell csinálni, téd a pálya öreg, akármi is van, le a kalappal, a hajad régebben jobban tetszett egyébként. Nagyon tetszett nekem ez az előadásmód. Tényleg volt benne egy kis intonációs zűrzavar, de hát ez rock and roll, szóval, hogyha lírai dalt énekeltél volna, akkor biztos, hogy megharagszom. De így nem volt ezzel semmi baj. Hogyha megtanulod még tudatosabban kezelni a hangodat, a te exhibicionizmusoddal, mert nagy bohóc vagy, akkor azt gondolom, hogy nagy karrier előtt állsz, úgyhogy gratulálok. Köszönöm, neki. Igazad van, mind a cselezni kell a fociba, és látom, hogy kétlábas vagy. És az is igaz, hogy amikor sikítok a rajongástól, úgyse hallom a hibáidat. Ha azt mondom, hogy most léptél föl ugye másodszor vagy harmadszor, hát akkor nem lehet érteni, ez nevetséges. Hát sokkal jobb vagy, mint a profi előadók. De tényleg, hát azt lehet. Nem akarom mondjuk Ákos nevét mondani, mert akkor ugyanolyan baj lesz, mint a Krisztál, de tényleg. Gondoljunk bele. Köszönöm.
most kiderítem a Puskás családtól, hogy tényleg igaz-e, hogy eddig egyszer lépett fel a Péter, mert ez tulajdonképpen hihetetlen. Igen, valóban egyszer egy kertben adott egy koncertet nekünk és a barátoknak. Miért nem énekelt eddig? Annyira egyértelmű, hogy ő egy énekes. Hát eddig csak zenét hallgatott, megfocizott, megtanult. Most úgy gondolta, hogy énekel is. Klassz volt. Hát látszott, hogy jól érezted magad. Furcsa volt, mert tényleg az ember annyira elragadtatja magát, hogy itt a mikrofont kivágtunk vele, hogy csaptam körébe. De és igen. És még nyomnád tovább. Persze. Látszik, ne hajtaj. Figyelem a váróteremben, akkor most meghallgatjuk, hogyan énekelnek az ikrek. Először is azt a fiút szeretném a színpadra szólítani, aki egy Máté Péter dalt fog előadni nekünk. Jöjjön Túró Márk! Sokkal bulizósabb vagyok, mint a Krisztián. Hangszínünk az ugyanolyan. Nem különbözünk semmiben sem, tehát úgy az énekben nem. Én egyébként négyesetos tanuló vagyok, tehát én nem igazán, hogy mondjam, hazudok, hogy szeretek tanulni, de jó. Hát jó. Imádok zenégetni, roma zenéket hallgatni, ilyen lírikus, főleg a lassú számokat, én azokon meg vagyok hallva. Ha mondjuk szerelmes vagyok, akkor én mindent. Tehát akkor mindent feláldozok. Sokan mondták, hogy a Krisztián sokkal jobb, én sokkal jobb vagyok. Én ezt nem tudom ezt úgy feldolgozni, hogy most ki a jobb. Legalább akkor megtudjuk, hogy ki a jobb. Valaminek történnie kell! A tűnő boldogság majd véget ér. Ott állsz egyedül, mint fa levél a dombtetőn. Álmosol fény rád köszön, s elfúj a szél. De ott itt van remény, embert ünnepel, hisz mindig van remény, mindig kell, ó, hit át el. Most élsz, most vigyázz, hogy jól csinál, mert a legapróbb hibát megbosszulja önmagát. Most örülj, hogy szép a nyár, most örülj, hogy van kibár, és a két karjába zár. Oh, most, 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 most élsz, most örülj, hogy szép a nyár, most örülj, hogy van kibár, és a két karjába zár. Köszönöm. Mindig zavarba vagyok veled, meg veletek. Már rögtön azért is, mert hogy ugye most külön kell titeket kezelni. Az, hogy a modorosság meg a stílus között mi a különbség, az mindig egy pillanat határozza meg, és én azt gondolom, hogy most abból a fajta nekem modorosnak tűnő előadásmódból, ami a válogatók során egy kicsit jellemezte a munkádat, az most valahogy úgy eltűnt. Egy jó dalválasztás volt szerintem, és nagyon jót tett a dalnak egy kicsit a tempómódosítás, hogy hát gyorsabb, mint az eredeti korodnak, meg a lelkiállapodnak megfelelően szólt. Nekem meg az volt az érzésem, hogy a válogatókon nem annyira ésszel készültél, és nagyon szenvedélyes voltál. Most pedig választottál egy kicsit könnyebb falatot magadnak. És
És az ilyet én nem csípem benned, annyira benne. Ez az én kedvenc számom. Jól van, én elhiszem, de most arról van szó, hogy miben tudod megmutatni, hogy mit tudsz, és azt hiszem, hogy ez egy kicsit túl könnyű volt neked. Annyira erős karakter vagy, és annyira sajátságos figura vagy, te vagyis vagytok, mondhatom így. Nagyon izgalmas az, amit csináltok. Szakmailag pedig még nyilván hozzá kell tenni, de alapvetően gratulálok a produkciódhoz. Igen, nekem is adott az érzésem, hogy olyanok, mint a fandangó énekesek, hogy, és ilyen értelemben azt kell mondanom, hogy a Máté Péter jó választás, hogyha szenvedni kell. Érdekes lesz majd hallani téged más kiadásban. Mindjárt hallani fogok. Amit én problémának látok, az igazából nem is annyira, lehet szakmai kérdés, de lehet, hogy nem az, hogy érzek egy ilyen népies élt az éneklésben, ami nem baj, csak igazából ez nem mindig ül a popzenén. Tehát egy ilyen globális problémám van. Annyira erősek a te saját stílusjegyeid, saját stílusod, hogy teljesen ráülteted, és ezáltal leválhatsz a nótáról. Hát, ennyit tudtam mondani, köszönöm. Egyébként gratulálok. Köszönöm szépen. Ez idáig mindig latin számokat énekeltek a Túró testvérek, legalábbis itt nálunk a válogatáson, meg ahogy elmúlt hetekben is, ahogy találkoztam, hogy most miért a Máté Péter dalt